Rendben. Amiről, be, amiről beszél, amiről beszél, az, az az, hogy minden, amit építettek, el fog pusztulni, és a hamvakból, a világ hamvaiból egy új világot építünk. Ez az, ami történik a szemünk láttára. Ezért mondtam azt, hogy elmondják az igazságot, csak nem úgy, és nem ott, ahol az emberek többsége várja azt. Nem az iskola az, ahol elmondják az igazságot, hanem hanem a, a filmek, a szórakoztatóipar, a zene, a klippek, mivel ott senki nem számít erre. És pontosan ez az egészben a, a nehézség, hogy ezt le kell küzdenünk ahhoz, hogy, hogy el tudjunk jutni az emberek tudatához. Azt, hogy ó, ez egy film, ez, ez a matrix, vagy ez az ez, vagy ez az amaz, vagy akármi. Ez így van kitalálva ez a rendszer. Hogy az emberek a lehető legtávolabb legyenek a valóságtól, hiszen onnan a legnehezebb eljutni az igazsághoz. Ha a lehető legmesszebb elviszik 180 fokos irányba, az ellenkező irányba az embereket, onnan a legnehezebb visszatérni. Szóval pont ez történik, amit mondott az X-Men című filmben, hogy a világ a világot lerombolják, és a poraiból egy új világ születik. Ez az, amit tesznek. Furcsa, mert azt gondolná az ember, hogy ó, miért rombolják le ezt, vagy azt, vagy saját magukat. Őket nem érdekli ez a dolog. Meg kell értenie mindenkinek azt, hogy azok az emberek, akik uralják és irányítják a világot, másban hisznek, mint a legtöbb ember. Nekik is van egy hitrendszerük ugyanúgy, hogy mindenki másnak. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a világ tudatlanságában őket követi, beleértve a kereszténységet is. És nem úgy értem, hogy tudatlanság, hogy ezek alávaló emberek. Úgy értem, hogy az információnak a hiánya az, ami okozza ezt, a, ezt az életformát, amit a legtöbb ember követ. Azt mondja, ez szeretlek magyarország.hu, de végül is mindegy, hogy, hogy ki az, aki mondja, mert valóban ez történik. Azt mondja, ezer év történelem ment füstbe. Igazság szerint csak 850, mert ugye 1160-ban épült a Notre Dame, akkor kezdődött. Szóval nagyjából 850 éve. De a lényeg az, hogy sokkolta a párizsiakat és a turistákat a Notre Dame égése. Nem hittek a szemüknek a párizsiak és a turisták, amikor hétfőn a kora esti órákban lángolni kezdett Európa egyik legcsodálatosabb székes egyháza. Én mondom, lerombolják a régi világot, ahogyan azt elmondta az előbb, öm, azt hiszem apokalipszisnak hívják azt a karaktert, de, de pontosan ez az, amiről beszél. Hogy minden el fog pusztulni, és a, a világ poraiból egy új világ fog születni. Ez történik most, ez az, aminek mi szemtanúi vagyunk. Ezért mondom azt, hogy ilyen időszak nem volt és nem is lesz a világ történelmében, mint amiben mi most élünk. Csak ki gondoljon bele, mindenki, hogy milyen változások mentek végbe az életünkbe az elmúlt húsz évben. Nagyjából mondjuk a. A, mi az a világkereskedelmi központ elleni eh, idézőjelvetett terrortámadás óta? Hogy, hogy mennyi társadalmi változás, politikai, diplomáciai változás ment végbe azóta? Ez csak egy a sok közül. A, elpusztítják azt, ami hozzá köt minket a történelmhez. Nem, mintha én bármiben nézném a Notre Dame-ot, aki ismer, azt tudja, nekem mindegy, tőlem lerombolhatnak mindent ez az egész szemét. De az emberek többségében pontosan azt a hatást fogja kiváltani, hogy a világ leomlik körülöttük. Ez a lényeg. Azt írja az a weboldal, hogy voltak, akiket valósággal sokkolt a látvány. Ez az, amit akarnak. Hiszen a félelem, a terror azért működik, mert az emberek nem tudnak tisztán gondolkodni. Elveszi az eszüket ez az érzés, hogy a saját létükért aggódnak, és így egyszerűbb őket irányítani, mint egy horda. Nem kell megölni az embereket. Persze az is lesz majd, de egyszerűen csak a félelem és a terror lehetővé teszi azt, hogy változásokat eszközöljenek a világban. Egyrészt, másrészt pedig a trauma segítségével irányítsák a tömegeket. Erről ír, itt van leírva mindenki számára. Nem kell nekem elhinni, vagy nekem kitálni. Ezer év történelem ment füstbe, mondta egy asszony. Aki Viktor Hugo regényét is felidézte, óriási elviselhetetlen tragédia, hogy ez történik egy katedrálissal, mely mindenki számára a, a szentség csúcsa, függetlenül attól, hogy katolikus vagy sem, mondta egy idősebb férfi. A másik, amit mindenkinek. <coughs> Bocsánat, meg kell értenie, az az, hogy a katolikus egyház is, és a keresztény egyház is el fog pusztulni ugyanúgy, ahogy minden más. És az, ami történt most Párizsban, reprezentálja ezt mindenki számára, hogy a régi világ eltűnik a szemünk elő. Ez az, amit ezek a dolgok bemutatnak számunkra. A régi világ eltűnik, és a helyén egy új világ épül. Sokkolja az embereket ez a trauma, és így egyszerűbb őket irányítani. Elvonja a figyelmüket arról, hogy az egész egy hazugság, egy színház, egy színjáték része, egy koreográfia eleme. Mert tájékozatlanok, túlságosan elvonta a figyelmüket a világ, és beszippantotta őket ez a matrix, amit mindenki jól ismer már. Egy fiatalabban arról beszélt, hogy a notre dame Párizs szimbóluma, az Eiffel-toronja együtt. Épp ezért különösen sokkoló a lángok látványa, utalva arra, hogy vannak, akik a tűz rendkívüli színeiben jönnek gyönyörködni. Voltak, akik szent énekekkel fejezték ki megrendülésüket. Ezt írja Szeretlek Magyarország. Úgyhogy mindegyik ezt, mindegyik ezt fogja egyébként ismételni. A másik az, amit érdemes még szerintem észben tartani, az az, hogy ugye kigyolatlan ez origó, de az előbb láthattuk szeretlek magyarország.hu, ugyanúgy erről beszél az Index, a Guardian, és minden más. De hagyd mutassak egy videó részletet, mert szerintem ez érdekesebb lesz azok számára, akik esetleg úgy gondolják, hogy hogy az, amiről beszélek, ez az idézőjelvetett összeesküvés elmélet, ami tulajdonképpen nem is egy elmélet, hanem ez egyszerűen csak így van, jobb, ha mindenki elfogadja. Ez nem egy, nem egy elmélet, ez egy összeesküvés. Az elmélet az csak az emberek fejében van. Ami most látható a képernyőn, ez az iPad go második része, amit én igazából nem is láttam, de jobb oldalon ebbe a kis kockába, vagy négyzetbe, bocsánat, látható maga az animációs filmnek egy részete, bal oldalt pedig az, ahogy a Notre dame összeomlik ez a tornya. Figyelj mindenki arra, hogy 2012-ben az ipad Gold mit is mutatott, és 2019-ben mi történt Párizsban, mert szerintem elég elképesztő a, a hasonlóság, ami történik. Az egyértelműen egy székes egyház, amit láthatunk a, a videón, jobb oldalon, az animációban, az pedig a valóság, amit bal oldalon látunk. mondja nekem azt valaki, hogy vagy ez a véletlen műve, vagy ez egy véletlen egybeesés. Mert hogyha egy véletlen egybeesés ez, meg mindaz, ami ebben az animációs filmben látható volt, akkor az egy egészen elképesztő véletlen egybeesés, ami, ami történt. Ebben ezt csak azért mutattam meg, mert azt akarom érzékeltetni, hogy a világ egy egész más hely, mint aminek a legtöbb ember azt megismerte, és szerintem ezzel mindenkinek előbb-utóbb szembe kell majd nézni, hogy, hogy lehetséges, hogy a dolgok nem egészen úgy vannak, ahogy ő azt gondolta egész életében. Vagy arról ír Origo, hogy kigyulladt a Notre Dame, leomlott a huszártorony, ez az, amit látom most a videón, ez a huszártoronynak hívják, amit egyrészt ugye bemutatott a, 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 valós videó, másrészt pedig a rajzfilm. Ezt Huszár Toronynak hívják, bocsánat, egy kicsit elkavarodtam. Aha. És hétfőn kora este kigyulladt a Párizsi Notre Dame, Székesegyház tűz hatalmas pusztítás okozott, és a kereszténység egyik legnagyobb jelképében. Pont azért, mindenki ugyanezt fogja írni egyébként, minden, minden tudósítás, gyakorlatilag ugyanezt a gondolatmenetet fogja elmondani nekünk. A traumát, a tragédiát és azt, hogy a kereszténység egyik legnagyobb jelképe az, ami megsemmisült. Persze mi tudjuk, hogy ez a katolikus egyház, de végül is mindegy. Az, ez egy és ugyanaz a cég, csak más a neve. Én azt mondom, hogy amit, amit gyakorlatilag a legtöbb ember szajkoz, amikor a, az írásokról vagy a Bibliáról van szó. Hogy a vallás egy kontrollmechanizmus. Én egyetértek ezzel, én tudom, hogy a vallás egy kontrollmechanizmus, de én nem vagyok tagja egyetlen vallási felekezetnek sem, pont ezért. Én azt próbálom elmagyarázni az embereknek, hogy bár a vallás egy hazugság, az nem jelenti azt, hogy ami az írásokban van, az nem az igazság. Mivel hogy az az? Az a probléma, hogy az emberek fejében összekeveredik a vallás és az úgynevezett Biblia. Amit látunk most, az nem csak a kereszténység pusztulása, hanem a régi világ. Azok a jelképek, amelyek a régi világot szimbolizálják, úgy, mint a világkereskedelmi központ, vagy a Notre Dame, vagy azok, amiket Palmirában felrobbantott az, az úgynevezett ISIS, azok a, a kapuk, amiket újraépítettek azután Londonban, meg New Yorkban, vagy a normák, a társadalmi normák pusztulása, az, ami eddig elfogadott volt, hogy férfi, nő, a szerepek ezen belül, ezek mind-mind előrevetítik azt, a pusztulást, ami felé az emberiség tart. És én szerintem egy nagyszerű szimbóluma volt ennek, ami történik, az, ami, ami Párizsban a notre dame történt. Arról beszélnek, hogy a Notre-Dame székesegyházban, ami a francia főváros egyik jelképe, kora esti órában keletkezett a tűz, a lángok világhírű székesegyház felső részében pusztítottak, Összeomlott a katedrális kup alakú tornya, a huszártorony, és a teljes tetőszerkezet odaveszett. Ez a világörökség részét képező Székesegyház állapota rohamosan romlott, ezért kezdődtek a felújítási munkák. Ez az, ahogyan itt ugye ég maga a Székesegyház és az Ejfeltorony látható. A kép jobb oldalán, természetesen. Meg akarok mutatni még néhány cikket, csak azért találtam, mert lehet, hogy a magyarokkal nem foglalkozok, mert igazából ugyanaz szajkózza az index, arról beszélnek, hogy sikerült megmenteni a főszerkezetet, de a tető két kétharmada leégett, és azután, ha jól látom, ez a kiradó.hu szintén beszámol erről a dologról, és Arról beszélnek, hogy hatalmas tűz pusztította a notre sikerült megmenteni az épület szerkezetét, Ugyanazt írják le mindenhol. Megmutatom ezt a fotót is egyébként azok számára, akit érdekel, ez a híradó. A lényeg, amit szerintem mindenkinek meg kellene értenie az az, hogy ezért mondom azt, hogy a hírek vagy a média az gyakorlatilag a propaganda részét képezi, mert ez így van. Azért mindenhol, teljesen mindegy, hogy ki melyiket nézi. Nem tudom, hogy ki az, aki még manapság azt gondolja, hogy ő ezt vagy azt nézi, és jobban tájékozottabb, vagy ott megtudja az igazságot. Mikor teljesen mindegy, hogy ki melyik média ö, csatornát nézi, mikor az egész ugyanaz mindegyik. Még eddig mindig ugyanazt olvastuk, gyakorlatilag hogy nem szó szerint. Azért, mert ez a média feladata hogy az emberiséget vezesse, ez a propaganda része. Az elit ezen keresztül tudja irányítani a hordát, a csordát vagy a nyájat. Megadja az információt, megadja az embereknek, hogy mit kell gondolni, mikor kell örülni, mikor kell félni, mikor kell szavazni, mikor kell tüntetni, kit kell utálni, kit kell szeretni, kit kell elfogadni, mi a társadalmi norma. Ez a média lényege. Ezért van mindenhol ugyanaz. 18 sugárral oltják a lángokat. Én szerintem, láttam egy képet, majd ha megtalálom, megmutatom, ahogyan a tűzoltók oltják ezt az épületet. Meg fogom keresni mindjárt. 18. Mindennek jelentősége van rendben. Én tudom, hogy ez nehéz elfogadni, hogy 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 az ember mindenben meglátja ezt a ezeket a számokat, de egy pillanatot hagyj kérjek, be, meg akarom keresni ezt a képet, ahol E, Oltják a Notre-Dame Székesegyházat, a tűzoltók, és e, meg is találtam. Megmutatom. Oké. Okay. Azt meg kell értenie mindenkinek, hogy a világ egy összetettebb hely annál, mint amit a legtöbben gondolnak. Oké, okay? ez gondolom, ez biztos vagy benne, hogy tiszta sor, ha valaki nézi a videókat. És a másik, ami szerintem fontos, az az, hogy a hit, illetve nem is lehet, hogy nem is a hit, hanem az imádata. Hogy inkább azt mondom, hogy a spiritualitás annak az elfogadása, hogy létezik egy spirituális dimenzió, amely fejlettebb nálunk, és hatással van, és irányítja az életünket. Ennek az elfogadása szerintem nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki megértse a világot. És az elit nem, nem hisz abban, ez elit tudja hogy ez létezik ugyanúgy, hogy én tudom. Ezer százalék. Ha valaki nem jutott el még idáig, hogy létezik egy spirituális oldala az életnek, és az a spirituális oldal az felsőbbrendű hozzánk képest, akkor nem is csoda, hogy nem érti meg a világot. Anélkül lehetetlen megérteni. Ha valaki azt mondja, hogy ez egy szertartás volt, ami egyértelműen az volt, a katolikus egyház az gyakorlatilag nem más, mint a nagy parázna jelenések könyvében. A nagy parázna, a titok, Babilon, az utálatosságok anyja. Ő az, aki megfertőzi a világot spirituális oldalról. Ő terjeszti el a kereszténységet, a katolikus ö, vallást, az iszlámot, a judaizmust, ezek mind-mind egy tőről fakadna. A nagy parázna, Babilon természetesen, mai képviselői pedig ezek, a különböző egyházak a Vatikán irányításával. Ez egy külön történet, hogy hogyan fogja össze ezeket a, a Vatikán, de őket nem érdekli, hogy leég ez a dolog. Nekik aranyból van még a WC is, szerintem ott. Úgyhogy a pénz nem számít. Ők a, a nyomda, övék a papír, minden. Úgyhogy nekik ez nem téma, hogy leég ez a valami. Ez egy rituálé volt ugyanúgy, ahogy a több. És most anélkül, hogy a részletekbe belemennék, 18 tömlővel oltják. Most lehet, hogy ez egy kicsit grafikus lesz az emberek, vagy valakinek, de ez van. Szóval a 18 tömlő, oké, okay, Notre Dame azt jelenti, hogy a mi hölgyünk. Ugye Notre Dame azt jelenti, hogy a szó szerint a mi hölgyünk. De egyébként azt hiszem úgy van, hogy a mi, mi hölgyünk. Párizs, Párizs hölgye, valami ilyesmi. De Notre Dame szó szerint azt jelenti, hogy mi asszonyunk, vagy de inkább mi hölgyünk, bocsánat. És a Notre Dame reprezentálja a nőt, a tömlő reprezentálja a férfit. 18 az 6, meg 6, meg 6. Ezt gondolom mindenki tudja, hogy a 666, illetve a 6-nak milyen jelentősége van, lehet, hogy a jövőben még erre is sor kerül. De ez egy, ez egy okult rituálé, ami gyakorlatilag egy termékenységi szimbólum, vagy vagy rítus, ami zajlik a szemünk elő. És ez persze durván hangzik, de ez az, ami történik. Az áldozat az elkerülhetetlen annak érdekében, hogy a spirituális oldal továbbra is segítse az elitet. Persze ők egybefonódnak, úgyhogy ez nem okoz problémát, de... A számos más pozitív hatásán kívül ez az egész még egy rituálé, amelyel az elit szolgálja az ő tett istenét és isteneiket, akik segítik őket, hogy a világot tudatlanságban tartsák. Ez a technológiai fejlődés, meg a különböző elmekontroll elemek, minden, amit az, el az elit felhasznál, ez a spirituális oldaltól jön. Ennek láthatjuk az egyik Rítusát vagy úgy úgyhogy most mindenki szemtanúja ennek, ami történik Párizsban. És ez is egy bonyolultabb történet, hogy mi ennek az úgymond vallásnak a, a lényege, amit ők követnek, vagy hogy hogyan lehetne ezt elmagyarázni. Igazából ez egy hosszú történet lenne ez is, de a lényeg az, hogy természetesen mindennek a, a, tetején az, az ellenség az, aki, aki megtalálható. Ne legyen senkinek, senkinek kétsége e felől. Most csak azt nézem, hogy a videó, amit ne, hogy elinduljon a videó, mert itt fog nekem magyarázni. Pillanat. Oké. Okay. De meg akarom mutatni ezt is, me... Aha, ezt is meg akarom mutatni, mert CNN-en ugyanezt mondják el, amit én elmondtam már itt, úgyhogy nézzük meg. Csak tényleg csak egy pár másodpercet akarok bemutatni ebbe. what you see. We were watching history being destroyed. Amit látunk, az a történelem pusztulása. Ezt mondta szó szerint. In Valós időben. is what you see we were watching history being destroyed in real time this is not about damage a történelem elpusztó valós időbe this is about the destruction of one of our oldest and best known places of worship az elpusztulása az egyik legismertetebb és legrégebbi imádati helyünknek a történelem pusztulását láthatjuk valós időbe Elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Én mondtam már régen. Évekkel ezelőtt most már elmondhatjuk azt. Ami történik a szemünk láttára, az a mi világrendünk pusztulása, és hamarosan látni fogjuk ennek a poraiból az új világnak a születését. Ez az, ami történik. Kétségen ne legyen efelől senkinek. Nem akarok többet ebből lejátszani, mert aztán megint itt is problémák lesznek, de még azt mindenkinek érdemes megérteni, hogy amikor én azt mondom, hogy ez egy okult rituálé volt, és ennek köze van nem csak hogy az okult rituáléhoz, hanem egy termékenységi rítushoz is, értse meg mindenki azt, hogy ez a Szent Hét, ami, ami most van a Gregorián naptár szerint a keresztényeknek ez egy szent hét, ugyanis ez reprezentálja, hogy a húsvétnak hívjuk mi, ami egyébként Easter angolul, de gyakorlatilag ez visszamegy egészen Istár imádatához, meg az Istennő imádatához. Ezért olyan nehéz ezt az egészet elmagyarázni, mert nem is tudom, hogy hol kellene kezdeni ahhoz, hogy, hogy ez, ez értelmet nyerjen a legtöbb ember számára. Mert ehhez vissza kell menni a kezdetekhez. Az emberiség mindig is a. Ó, ugye, a tudatlan tömegek, én ú, úgy akarom inkább fogalmazni. Az elit mindig is tudta, hogy a spirituális birodalom létezik és hogy működik. A tömegek azonban az égitesteket imádták. Az élet az égitestek körül forgott. Ha nem volt nap, nem volt termés, nem volt eső, nem volt mit enni, akkor szárasság volt, nem volt állat, stb. Az emberek gondolkodása egyszerűbb volt akkor. Persze most is ugyanúgy félre vagyunk vezetve, csak azt hiszik, hogy ma sokkal okosabbak vagyunk, de ugyanazt csináljuk, mint akkor. Kezdet kezdetétől az ég királynőjét imádta a világ. Ez szerepel számos alkalommal a Bibliában. Gondolja már bele mindenki, hogy miért ISIS, a terror szervezet neve. ISIS ez az istennő az egyiptomi mitológiában. Miért Siri-nek hívják Apple-nek a, a személyi asszisztensét? Mert ez Iris visszafelé. Ugyanaz a karakter. Cortana. Miért hívják Columbia körzetének az Amerikai Egyesült Államok közigazgatási területét? Azért, mert Kolumbia ugyanez a karakter. Miért van a, az a szabadságszobor Amerikában? Azért, mert az ugyanaz a karakter. Mindenhol ott van körülöttünk, az egész világ tudatlanságában ezt imádja. Szűz Mária, ezek mind-mind ugyanoda vezetnek vissza. Az ég királynője, és annak az imádata. Ezért mondom, hogy ez egy bonyolultabb történet, mint hogy most el tudnám magyarázni, de remélem, hogy azért, aki itt van, néhányan megértik, hogy a világ nem olyan egyszerű, hely, mint, mint ahogy azt, azt gondolni szeretné a legtöbb ember. Ez egy összetett dolog, és a, a, a mélyén egy okult, misztikus vallás az, ami irányítja ezt. Azért, mert létezik a spirituális oldal, és az elit azt az oldalt szolgálja. Mindenkinek megvan a lehetőség, hogy a teremtőt válasza, és őt szolgálja, de a világ nem teszi ezt. Ez nem az én hibám, vagy nem hisz benne. Szóval ez a szent hét, ők, ők ezt, az, ezt, a lényt idézőjelbe szolgálja. Aki nem más, mint az ellenség természetesen, Lucifer, a fényhozó. De mi, nyugati keresztények milliói jelzik a halálát, és a, illetve hát emlékeznek meg a haláláról és a feltámadásáról Jézusnak. Jézus, ez, ennek a karakternek a fia a keresztény vallásban, am ami tulajdonképpen ezeknek a pogány tradícióknak a, a az egyik verziója. Szűz Mária az ég királynője, ennek a fia Tamuz, vagy ö, mi az a másik, Horus, Jézus, ez ugyanaz a karakter. Én nem azt mondom, hogy a Biblia nem igaz. Én csak azt mondom, hogy amit ők csinálnak, az annak egy perverz verziója, amiben ez a Jézus karakter Isten és eltörli a törvényeket, és egy új vallást alapít. Szóval én Jézust azonosítom ezzel a pogány tradícióval, amit mindenki kereszténységnek ismer. Nem, nem probléma, vagy nem, hogy mondjam, nem utálom őket, hanem egyszerűen ez csak egy tény. Ezzel meg kell birkózni mindenkinek, hogy aki kereszténynek vallja magát, az tulajdonképpen nem más, mint euh, Bibliai értelemben véve egy pogány. Egy törvényen kívül. És ez a szent hét, ez egy áldozat az ég királynőjének, ahogy elmondtam a tömlők, a 18 tömlő oltja el a, a mi asszonyunkat. Még hogy lehet ez ennél. Ö nyilvánvaló, nem tudom, hogy mit kéne. Lehet, hogyha kiírnák oda, hogy ez az, akkor az emberek megértenék. Szóval. Ugye ez az, amiről beszélnek. Ezeket mindet mindet számításba kell venni, mikor, mikor erről a dologról beszél az ember. Ez egy idézőjelvetett szent terület, de. Oh, nem is tudom, hogy, hogy egyáltalán hol hagyjam abba ezt az egészet, de. De lehet, hogy ez lesz az a, a, az a pont. A másik érdekesség az, hogy 13 millióan látogatják évente, úgyhogy ha már a 13-as számnál tartunk, azt még egyszer elmondom most itt villám gyorsan mindenkinek, akit érdekel, hogy pillanat, hogy pénteken 20.30-tól itt lesz a premierje a 13-as számról szóló videónak, ahol bemutatom, hogy mi a jelentőség a 13-as számnak, legalábbis egy részét, utána pedig egy, egy élő 21 órától ugyanígy egy órában néhány kérdést találtam, ami érdekes, és azt meg fogom válaszolni, vagy ha van amellett kérdés. Szóval most pénteken 20.30-tól a videó premierje a 13 as számról, és utána 21 órától az élő ugyanit, ha valakinek kérdése van ezzel, vagy, vagy bármivel kapcsolatban, akkor péntek 21 órakor találkozunk ugyanit. De addig is Térjünk vissza ez a Notre Dame dologhoz. Van egy másik cikk, amit igazából meg szerettem volna mutatni, ami szerintem jobb ennél, illetve nem is az, hogy jobb, hanem találtam én abban egy érdekességet. Itt van. Ez a Crux Now, azt hiszem, hogy ez, ez egy katolikus oldal, ugye a Crucifix, a kereszt, a Crux a rövidítése, azt gondolom, de érdekes módon a Crux két óva kával esse, crux, az csalókat jelent, az ugyani, ugyanez a azonos hangzású szó, crux angolul, ide fölírom a, menjünk csak hova írja pillanat, ide a címsorba felírom, szóval crux, mindenki megnézheti, angolul csalót jelent, <laughs> ezért ez a neve a katolikus weboldalnak szerintem, ez egy szójáték, mint oly sok minden, majd nézen utána, akit, akit érdekel, Crux csalót jelent, mint ahogy a, ugye maga az egész katolikus egyház az, de persze én nem azt mondom, hogy az emberek, nyilván nem. Hát mindannyian, mindannyian egy tévétben éltünk, szóval én nem azt akarom mondani, hogy az emberek gonoszak, vagy rosszak, vagy akármi. Erről szó sincs. Az emberek félre vannak vezetve, hogy én voltam 6 éve, vagy hét. Csak aztán az ember ráébred erre. Amit mondtam korábban viszont, hogy így manipulálják a tömegeket és irányítják őket, itt van. Azt mondja, hogy ahogyan a Notre Dame ég, vagy amint a Notre Dame ég, az új katolikus kiáltás, vagy, vagy so, hát ez a cry, amikor az ember a teremtőhöz kiált segítségért, ez azt reprezentálja Szóval, hogy az új katolikus segélykiáltás az az, hogy mindannyian párizsiak vagyunk. Emlékezzem vissza mindenki, amikor történtek ezek a hoxok, mint a, a, World Trade Center, a világkereskedelmi központ, a, itt volt az a Bataclan lövöldözés Párizsban, a másik hox, meg azután volt még egy pár hox Párizsban, amikor mindenki átváltoztatja zászlaját, vagy a, a profilképét ilyen Párizsira, aztán meg LMBTQ szivárványra, meg mit tudom én mire. Manipulálják a tömegeket ezeken az eseményeken keresztül. Az emberek elméjébe elültetik azt, amit az elit, amit szeretne, hogy az emberek gondoljanak. Ez a propaganda lényege azért mindenki ugyanarról ír. Ezért ugyanaz a mondani valója az Indexnek, az Origónak, a Híradónak, a HVG-nek, a Guardiannek, a New York Timesnak, mindenkinek. Mert az egész világot ugyanaz az elit uralja. Természetesen. Így az egész világot lehet gyakorlatilag a dob pergésre irányítani. Ahogyan fütyülnek, úgy táncol az emberiség, mert ugyanonnan érkezik az információ. Úgy tűnik, hogy van választási lehetőségünk, hogy én jobb oldali vagyok, akkor én a, mit tudom én, mi a magyar, magyar nemzet, vagy a vagy magyar hírlap, nem tudom, a, vagy a baloldali, akkor a másikat olvasom, én nem, mert az hazudik, meg mindegyik hazudik. <laughs> Ez a lényege az egésznek. Ez egy cég, egy család ráadásul. Mindenki hazudik. Ez a lényege a médián. Hazugság. A média nem más, mint hazugság, propaganda, agymosás. Hogyan? Az információt, most aki olvassa ezt, hogy mindannyian párizsiak vagyunk. Ó, tényleg, szegény párizsiak, átváltoztatom a zászlómot Párizsra. Így, így történik az agymosás. Mindenki, aki ebben részt vesz, aki szajkózza ezt, hogy szegény párizsiak, vagy átváltoztatja, az, majd nézze meg mindenki, hogyha erre van lehetősége, hogy, hogy kik azok az emberek, akik átváltoztatják a... a, a profilképüket arra a színűre, meg hogy mennyi ilyen ember van, azért mert a propaganda így működik, és működik, ez a lényeg, ezt próbáltam megmagyarázni a, azt hiszem a Gillette reklámos videóban volt, nem régen erről szó, hogy... hogy Edward Bernays propaganda, aki még ezzel nincs tisztában, mindenképpen azt javaslom, hogy, hogy legalább alapszinten értse meg, hogy a propaganda, amit, amit, amit régen propagandának hívtak, vagy háborús propagandának, azt ma PR-nak hívják, vagy nem tudom, public relations, már mindig elfelejtem, hogy mit, hogy, hogy van ez magyarul, de na mindegy, valaki tudja, úgyis be fogja írni a gondolom a hozzászólásokba de PR kommunikálják azt, amit a PR-nak a lényege az, mondjuk egy cégnek, ha van egy PR osztálya, az gyakorlatilag a cég propaganda osztálya volt száz évvel ezelőtt, csak a nevet változtatták meg, de a szerepe ugyanaz. Ha nekem van egy PR, public relations, vagy propaganda menedzserem, vagy egy személy, aki azért felelős, akkor ő Elmondja a világnak, amit én akarok, hogy rólam tudjanak, meg gondoljanak. Gyakorlatilag egy képet alakít ki rólam, a világnak. Azt a képet, amit én akarok. Azzal, ahogyan kommunikál a világgal. Ami információt átad rólam. Az pedig az, amit én akarok, hogy a világ tudjon rólam. Nem az igazság, hanem amit én szeretnék. Így működik a média. Egy. kialakítanak egy képet a világban arról, amit szeretnének, hogy az emberek gondoljanak a világról. A tudomány, az oktatás, a szórakoztatóipar, a politika, a vallás, az üzlet, ez mind-mind ezt a célt szolgálja. Információ érkezik az emberek felé különböző helyekről, és mivel túl sok az információ, azt hisszük, hogy egy bőség van, meg óriási választék, közben mindenhonnan ugyanaz a hazugság érkezik, csak másféleképpen kommunikálja azt a kígyó ezeken a média szolgáltatókon keresztül média idézőjelben, mert az oktatás nem média, de azt mondja, el is mondja, én ezért mondom. 9-11 után, ez ugye a világkereskedelmi központ elleni merénylet után, az újságok világszerte valamilyen verzióját kürtölték szét annak a főcímnek, hogy mindannyian amerikaiak vagyunk most. Azt mondja, hogy az ötlet, ugye az ikertornyok elpusztítása, az egy támadás volt az amerikai Egyesült Államokon, de a civilizáción is. És mindenkinek érdeke, hogy azt védelmezze. Ugyanez a helyzet most is, ezt mondom. Azért mondják, hogy a katolikusok már most azt mondják, hogy mindannyian párizsiak vagyunk. Múltkor azt mondták Amerikában, Michael Moore vezetésével, aki rendezte azokat a hoax filmeket a Columbine Hawksról, meg a. A 911 Hawksról is rendezett, aki szintén része a propagandának, csak úgy tűnik, mintha velünk lenne. Michael Moore azt mondta, hogy ugye keressen rá mindenki, de lehet, hogy megkeresen most inkább. Olyan puloverben volt, hogy we are, we are all Muslims. Azért, mert így manipulálják az embereket. Elültetnek gondolatokat a, az emberek fejében. De hát meg is mutatom, mert amúgy annyira nincs ez el elrejtve. Gyakorlatilag fütyülnek, és az emberek meg ugranak. Itt van Michael Moore egyébként, aki nem is tudom, hogy mi, de egy nőnek néz ki. Szóval we are all muslims. Mindannyian muszlimok vagyunk. Ez akkor volt, amikor Donald Trump Ugye megtiltotta annak a hat ö, iszlám többségű országnak azt hiszem, hogy ha, hat hétig, vagy hat hónapig, hogy a, beutazzanak Amerikába. Ö, és a, a lakosai. Erre elindult ez a mozgalom, a... a, a minek hívják ezt a közösségi hálózatokon, a social media hálózatokon, hogy we are all muslims, Szóval, hogy mindannyian muszlimok vagyunk. A támadás ezen a közösségen egy támadás a civilizáción. Ez az, amiről beszél itt uh, Krux, a csalók, hogy mindannyian párizsiak vagyunk. Szolidaritást akarnak, manipulálják az emberek érzelmeit, azért mert ezzel mindenki egyetért, hogy ez egy tragédia. Azért mert nem tudják, hogy ez egy hoax, hogy ez egy előre eltervezett esemény. Nem azt mondom, hogy nem történt, meg mindenki látja, hogy megtörtént. Amit én mondok, az az. Hogy ez így volt eltervezve? Ennek ez a lényege. Hogy, hogy kiváltson bizonyos reakciót ez a trauma az emberekből. Amúgy meg kit érdekel, hogyha leég az egész? Úgy értem, hogy, hogy ne gondolja azt senki, hogy én azt akarom, mert én nem akarom. De ha igen, úgy sincs benne senki már. Evakuálták. Kit érdekel? Egy pogány szentély leég, nagy kaland. Csak az, az a baj, hogy ez reprezentál valamit az emberiségnek. Azért, mert így vagyunk manipulálva. Mindenki látta már a Notre Dame-ot, mindenki ismeri a sztorit a Notre Dame-i látta a meséket, tanult róla az iskolában, be vagyunk programozva, hogy számunkra jelentsen ez valamit. Az Eiffel torony, a világkereskedelmi központ, a földgömb, a dinoszauruszok, minden hazugság. Mátyás király, a szabadságharc, az 56-os forradalom, a 90-ben, 90 amikor felszabadulás volt, vagy mit tudom én, minek hívják azt, ez az összes egy manipuláció. Nem azt mondom, hogy nem történt meg. Én azt mondom, persze a 48-as forradalom már hát ki tudja, de mind ugyanazt a célt szolgálja, hogy terelje a hordát egy irányba, és a trauma által és a terror által félelmet generáljon a társadalomban. Ez az, amit akarnak. Ez az, amit csinálnak. Ezért mondja azt, hogy mindannyian párizsiak vagyunk. Ezért mondta azt, hogy mindannyian muszlimok vagyunk. Hogy vezessék egy irányba a hordát, amik mi vagyunk. Mindaddig, amíg az emberek ezt nem értik meg, hogy mi az, ami a háttérben zajlik, addig ez egy egyszerű dolog. Mindannyian amerikaiak vagyunk a 9-11 után. Nem elfogadta az egész világ azután, hogy a repülőtéren tovább tart bejutni a gépbe, mint maga az utazás? Hogy lassan csak euh, DNS mintát nem kell, de egyébként már szerintem azt is kell lassan. Szóval, sőt, ki tudja, ha mindenki úgy utazik, mint ahogy mi utaztunk a múltkor, akkor a két órás útból lett tíz. Szóval, de mindenki elfogadja, mert ugye hát veszély van, meg terrorizmus, meg a bánat, tudja mi. Sőt, a, a Franciaországban történt az a három hox egymás utánban, azok a lövöldözések állítólag a Brüsszelben a robbantás, Németországban, ezek mind-mind hoaxok, mind hazugság, kitalált eseménye. De nagyszerű hasznok volt, mert lehet, lehetőség nyílott arra, hogy azután a biztonsági intézkedéseket szigorítsák, mint ahogy meg is tették. Több rendőr legyen, gyakorlatilag nem lehet úgy megjelenni az utcán, hogy ne menjen el egy-két rendőrautó néhány percen belül az ember mellett. Bár lehet, hogy csak én vagyok az, de. Azt akarom mondani, hogy miért nem próbálunk inkább összefüggéseket keresni azon kívül, amit, amit a propaganda mond nekünk. Muszáj nekem elfogadni azt, ami ide van írva, mikor tudom, hogy hazudna, mikor egyértelmű. Azt mondja, hogy az a szolidaritás viszonylag gyorsan ö, eltűnt a, a, a 9-11-et követő külpolitika miatt. Viszont egy rövid ideig, ö, egy, azt mondja, hogy egy rövid, csillogó vagy gyönyörű pillanatig, az egész világ egy volt. Oké? Okay? A világ egy volt. Egy rövid, csodálatos pillanatig a világ egy volt. Én mondom, hogy mi az, ami történik. Nem tetek róla, hogyha az emberek nem hisznek nekem. Egy világot kreálnak a régi romjain. Ez az, amit látunk, ez az, amit mindenki tapasztalhat most. Azt mondja, hasonlóan ma a mai főcím egy valamilyen különös módon 1,3 milliárd katolikusnak világszerte az kellene, hogy legyen, hogy mindannyian párizsiak vagyunk. 1,3 az egyébként ugyanúgy 13, mint ahogy majd be fogom mutatni ezt pénteken 20-30-tól, akit érdekel a 13-as szám jelentése videóban itt, pénteken 20.30-tól. És mellesleg 13 millióan látogatják a Notre-Dame-ot évente. Ugye 13 elég gyakran előfordul. Azt mondja, hogy egy világot, hogy egy, ez gyakorlatilag egy világ, amiről, amiről szó van. De ez a terv, ez az, amit, amit szeretnének, amit el, akar, amit el akarnak érni. De nézzük, én amúgy már tovább lépnék ezen a, a Notre-Dame dolgon. Megnézem, hogy van-e valami kérdés ezzel kapcsolatban, de úgy látom, hogy nem. Hopp de, op. Lehet, hogy van. Jaj, ö, hát elnézést, én ezeket nem néztem meg, ezeket a kérdéseket itt, de. villámgyorsan végigfutom azért, és lehet, hogy közben át is térek a másik témára, ami ez a fekete lyuk biznisz. Csak nagyon gyorsan, ah, nem is tudom, hogy mi legyen, hogy van-e arra elég idő, de pillanatot hagyd kérjek. Megmutatom még mindenkinek azért, aki esetleg nem volt itt ezt a rövid videót, a, a, amit az iPad Go-tról mutattam. Ha esetleg valaki lemaradt, jobb oldalt látható jobb oldalt látható maga az iPad go rövid animáció 2012-ből, ha jól emlékszem, bal oldalt pedig a, a mostani Notre Dame eseménye. Úgyhogy mindenki, aki esetleg nem látta, ez egy perc, figyelje meg azt, hogy ez 2012-ben készült ez az animáció, amikor szerintem egyértelmű, hogy mi az, amit a tudtunkra akarnak adni ebben a videóban. Addig megnézem a hozzászólásokat. Oké, okay. az a helyzet, hogy eljutottam valameddig, de nagyon nem értem a végére a hozzászólásoknak. Azt olvasom, Francis írta, hogy másfél milliárdra lesz szükség a felújításhoz, ez gondolom euró. Igen. És Dubai másfél milliárd dollárba kerül, Á, ah, lehet, hogy annál azért több, több, több az, 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 az mi asszonyunk, ha. Igen, igen. Én hölgynek gondoltam a dámot, mint ugye angolul our lady, szóval abba gondoltam, hogy hölgy, de egyébként nagyjából, nagyjából ugyanaz. Soros György. Hát nem, nem egészen. Még egyszer mondom, a pénz az nem téma az egészbe, őket nem érdekli a pénz. Ez, őket ez nem érdekli egyáltalán. Ja igen, az nagyszerű lenne, ha meg, meg, mindenki lájkolná, aki, aki itt van, és, és, és tetszik neki, az szuper lenne, mert valahogy ez sose történik meg, de pedig, pedig az segítene sokat, hogy eljusson az emberekbe. Nem tudom, ki ez az idióta, aki a 42-ben hisz a 13-as számrendszerben. Az a baj szerintem ezekkel az emberekkel, hogy mikor kicsik voltak, akkor elhitették velük, hogy viccesek. Azért, mert nevet az ember a kicsi gyerekeken. És nevet, nevetnek rajta, és azt hiszik, hogy viccesek, és aztán ez megmarad később az életük során. Aztán szerintem ez különböző problémákat is tud szülni, legalábbis én azt tapasztalom a legtöbb ember életében. Na mindegy, e ebbe a kategóriába tartozott ez a ember, meg néhányan. De most úgy tűnik, hogy nincs itt túl sok ilyen vicces ember. Ami szuper. Nagyszerű. Oké, okay, meg akarom mutatni a, a fekete lyuk dolgot, mert. Mert az egy újabb hoax, egy ráadásul egy gigantikus, egy szálal, most inkább lehet, hogy az egy jobb, jobb szó rá. Nem is tudom ezt a videót, én nem néztem még meg, de. néhány cikket gyorsan megnyitogatok ezzel kapcsolatban, és... <laughs> ja, ez mindig olyan vicces számomra, ez a... Mi ez? Őr, vagy nem is tudom, hogy mondják. Őr utazás, meg ezek a dolgok. Én tudom, hogy, hogy, hogy sokan imádják, és én nem akarok bántani senkit, de... Ezt nem gondolhatja komolyan senki, hogy ez a valóság. Úgy értem, hogy ha ha ez bizonyíték, amit, amit most mutatok majd, ez a, ha ez bizonyíték, akkor ilyen alapon Isten is, akkor én, én, nekem is van bizonyítékom az, hogy, hogy én tudom, hogy van. Én biztos vagyok benne, hogy van. Ezer százalék, hogy van egy teremtő, olyan biztos, mint hogy én itt beszélek most. Szóval, ha ez a, ez a ami itt van a képen, ez valakinek egy bizonyíték, akkor gyakorlatilag innentől kezdve minden az. És a bizar az egészben, hogy felnőtt emberek elhiszik azt, hogy hát én inkább felolvasom. Az áttörés jelentő eredményt a The Astronomical Journal Letter című folyóirat külön számában még egy hat szakcikben közötték. A kép a Virgo, ami a szűz mellesleg, galaxis halmaz centrumát uraló M87 galaxis központjában helyet foglaló fekete lyukat fedi fel. Oké, okay. tegyük fel, így van, lefényképeztek egy fekete lyukat. Ami 55 millió fényévre van tőlünk. Hát a, takarodj! Úgy értem, hogy 55 millió fényév valaki azt akarja nekem mondani, hogy mi tudjuk, hogy 55 millió fényévnyire mi van, ilyen nincs a mesébe se. Vagy hát ott esetleg. Ezért mondom azt, hogy az az alternatív valóság amit kreálnak számunkra, amiben fekete lyukak felfalnak galaxisokat. Ez egy másik világ. Aki ezt komolyan veszi, az csak egyszerűen szerintem túl sok időt töltött el az oktatási rendszerben. Ezt egy, egy normál, hétköznapi ember, aki hozzá van szokva, aki használja a józan eszét. Úgy értem, hogy mint mint nagyanyám volt. Ő ezt, ezt meg se fontolja az ilyen dolgokat. Számára ez evidens, hogy ez egy mese. Azért, mert ő nem töltötte 10-15-20 évet egy olyan rendszerben, ami az emberek agyába beleégeti a propagandát. Aminek az az egyetlen feladata, hogy átformálja az embert, az álomvilág képére. Nem lenne kötelező az oktatás, ha az nekünk jó lenne. Figyeljen oda mindenki, hogy miről van szó. 55 millió fényévre van tőlünk. Tömege pedig a napénak a 6,5 és fél milliárd szorosa. Én nem is találok szavakat erre. Hogy ez milyen nevetséges. Nem is tudom, hogy nevetségesen, hanem inkább sajnálatos, hogy, hogy ebben élünk, hogy hogy felnőtt emberek, biztos vagyok benne, hogy a legtöbb ember, ha van írva, hogy az első valódi felvétel egy fekete lyukról, ez már nem egy művészi illusztráció. Oké. Okay. Itt a bizonyíték, hogy létezik egy fekete lyuk. Ez pedig új lehetőséget nyújt a kutatóknak a Világegyetem Einstein-féle általános relativitás elmélet által megjósolt szélsőséges objektumainak vizsgálatára. Ők alakítják a valóságot. Mindig a fantáziai lépéssel a valóság előtt jár. Azért, mert ez tudományos fantasztikum, amit előadnak nekünk itt. Ez nem tudomány, vagyis hát nevezhetjük tudománynak, de a tudomány nem más, mint mese. Hatalmas tudományos előrelépés egy 200 nál és több kutatóba álló csapatmunkájának eredménye. Hát persze. voltak aki találkozott ezekkel, aki leellenőrizte ezt. Ez a bizonyíték rá. 55 milliárd, millió fény évnyire van, hogy, hogy egy, fény, egy év alatt mennyi távolságot tesz meg a fény, a bánat tudja. Hogyha 340 ezer km per másodperc, most lehet, nem jól tudom, de 340 ezer km per másodperc, akkor az egy év alatt mennyi? Akkor az egy millió év alatt, 55 millió év alatt azt akarja mondani nekem valaki, hogy mi rendelkezünk a technológiával, ami ellát odáig, közben meg még mindig Trabantok járnak az utcán, meg Babetta, meg még mindig vezetékes telefon van, meg tenger alatti kábeleken megy az információ, de mi 55 millió fényévnyire fényképezünk. Hogy lehet ilyet? Miért nem gondolkoznak az emberek? Mert meg vagyunk tanítva arra, hogy elfogadjuk azt, amit mondanak nekünk, úgy, mint tény, és egyszerűen csak elhiggyük. Nem értvén azt, hogy ez az egész minden csak a szimbólumokról szól. Ugyanazok a szimbólumok jelennek meg újra és újra mindenhol. Azért, mert ugyanaz az erő irányítja a világot. Ez egy mese. Az egész űr nem más, mint egy mesevilág. És azért kreálják, hogy az embert eltávolítsák a valóságtól. Attól a valóságtól, hogy ez egy zárt rendszer, amit egy Teremtő alkotott meg, akinek megvan a rendje, és nekünk azt szerint kell élni. És ez egy spirituális háború az ember lelkér. Szóval. Egy pár idiótát ki kell törölni minden. Valaki átvehetné tőlem ezt, mondjuk ezt a feladatot, de egy pillanat. Zoltán Kist kitöröltem. Van itt még egy. A fej. Ezt is. Így van. Azt mondja Béla, hogy tegyük fel, nincs igazad, akkor bocsánatot tudnánk kérni az általad megtévesztettektől. Nekem igazam van, nekem nem kell bocsánatot kérni senkitől, szóval. Törösleges ezen egyáltalán gondolkozni, amit mondasz. Nincs értelme igazából. Ez így van, ahogy mondom én nem fogok bocsánatot kérni senkitől azért, mert ők se kérnek bocsánatot semmiféle hazugságért, amit ők mondnak. Hogy, hogy megtévesztük az egész világot ilyen fekete lyukakkal, meg dinoszauruszokkal, meg majomemberrel, ami a kőből keletkezett, meg ilyen Notre Dame -hókszokkal, meg egyéb dolgokkal, hogy mérgezik a vizet, a levegőt, a földet, tönkretesznek mindent, ők bocsánatot kérne, Szóval akkor miért kéne nekem bocsánatot kérni? Kérnek bocsánatot ők? Én próbálom megmutatni az embereknek a valóságot. Ha valaki, a, valaki itt ebben a világban akar élni, akkor én nekem az is jó. De ez egy álomvilág. És a, a, a borzasztó az egészben az, hogy ennek az álomvilágnak hamarosan vége lesz. És e, túl sok ember hozzán nőtte ez a, az álomvilághoz. És szerintem ez hatalmas e, ez probléma, hogy nagyon sok ember hozzánőtt nőtt az álomvilághoz, ahol ahol nincsen, nincsen következménye a dolgoknak. Mi van, hogyha van? Mi fog bocsánatot kérni azoktól az emberektől, akik most azt gondolják, hogy ők beszélő majmok, amik hozzáragadtak egy, egy gömbhöz, ami a semmiben kering úgy, hogy a víz hozzáragadt. És közben több tízezer kilométer per órával repül a vákumban, úgy, hogy a levegő hozzáragadt, meg a víz, és fejjel lefele vannak az emberek Ausztráliában, meg oldalt úsznak fel rajta a hajók. Ki az, aki bocsánatot fog kérni majd tőlük? Amikor a végén ott fog állni mindenki, azt a legtöbben tátott szája, hogy ezt benézték. Hogy, hogy nem volt esemény horizont teleszkóp, meg nem volt fekete lyuk, ami felfalta a galaxisokat, meg nem volt úrutazás, meg holdra szállás, meg nem voltak dinoszauruszok, meg gömb, meg, meg, evolúció, meg ezek a dolgok. Hanem ez csak egy mese volt. És mindennek volt következménye, minden döntések úgy, hogy én azt mondom most, hogy van. Úgyhogy én abszolút nem érzem úgy, hogy nekem bocsánatot kéne kérni bárkitől is. Én igyekszem ezt úgy megfogalmazni, hogy ne, ne legyen sértő senkinek, de Attól függetlenül még ez van. És Jaj, miért nincs? Hát adok. Hopp, tessék. Azt mondom-e, hogy minden csillagász hazudik? Nem. Én nem azt mondom, hogy minden csillagász hazudik. Én azt mondom, hogy ők úgy vannak az, az oltatási rendszer úgy képezi ki az embereket, hogy képviseljenek egy nézetet. Én nem azt mondom, hogy amit, ahogyan megmagyarázzák ezeket a dolgokat, az nem működik, hogy nem lehet matematikával bebizonyítani. Én csak azt mondom, hogy attól, hogy valaki kiszámolja, hogy ott van egy fekete lyuk, az nem azt jelenti, hogy ott van egy fekete lyuk. Az azt jelenti, hogy ki lehet számolni azokkal a módszerekkel, amiket mi használunk. Hogy ott van egy fekete lyuk. Én ezt próbálom elmagyarázni. A másik meg az, hogyha bemegyek a planetáriumba és körülnézek, akkor az úgy néz ki, mintha ott lennének azok a az égitestek, meg azok a dolgok, amiket oda vetítenek, de attól még azok nincsenek ott. Ugyanez a helyzet. Az égbolttal is. Azok a dolgok ott vannak, csak nincsenek olyan messze, mint ahogy az nekünk tűnik. Ez úgy van kitalálva, hogy úgy néz ki. Mint hogyha az ott lenne. Mellesleg, amit ír Dániel, pontosan az a szituáció, a 97-es holdhajó volt a címe, amúgy azt hiszem Lawrence Fishburne de meg is fogom keresni mindjárt. Tényleg, ez összembe se jutott. Az ember meg el. Tényleg így van. És abban a filmben a, a hajó elment egy átment egy fekete lyukon és valahogy eljutottak a pokolba, ha jól emlékszem, de megmutatom. Tényleg. Én gondoltam erre a filmet, csak arra nem, hogy ezt egyáltalán érdemes megosztani itt, de múgy, ugyanez a azért mondom, hogy elmondják, hogy mi a a szituáció azért, mert hát tudják, hogy az emberek úgyse fogják elhinni. Aláhajó, ez az Event Horizon, és amúgy ugyanez a teleszkóp neve, Esemény Horizont, az Event Horizon. Szóval a haláhajó 97-ben mutatták be, 96 perces, és egy űrsikló azzal a feladattal bízzák meg, hogy elmenjen és nézzen utána a régen eltűnt Event Horizon nevű űrhajónak, és új fejleményekről érkezett hír ezzel kapcsolatban. A lényeg az, hogy hogy azt akarom megnézni, hogy igen. Szóval amikor megérkeznek a célhoz, furcsa dolgok kezdenek történni, és a Event Horizonról, az a űrhajóról, amit keresnek, jött utolsó üzenet sem ad okot az örömre, később azonban a helyzet teljesen elfajul, és rémálomszerű halucinációkat látnak, azután pedig megmagyarázhatatlan viselkedéseket, halálesetek követnek. De igazából a lényeget nem írja le csak, amit mindjárt megnézzük, hogy az angol leírja. Ugye itt látható a poszter ennek az egésznek, és a lényeg az, hogy van egy, azt hiszem, hogy gravi meghajtónak hívják ezt, a, ezt az egész szerkezetet, ami meghajlítja a teret, és ezáltal gyorsabban odaérnek. Szó szerint össszép hajlítja a két célállomást, és akkor közte csak átmennek egy fekete lyukon, vagy valami ilyesmi aromság. Szóval 20 évvel ezelőtt már azt a sztorit, amit most, most, úgy előadnak, mint valóság, ők előtti. Azért, mert ez itt mutattam be, a múltkor volt a videó, hogy tudományos fantasztikum, ez az egész, Gyakorlatilag a tudomány és a tudományos fantasztikum az egy dolog. Ezek az emberek kitalálják, és aztán húsz évvel később eladják nekünk, mint valóság. És ugye ez itt írja egyébként ez a kísérleti motor, ami létrehoz egy rést a tér-idő folytonosságban, és ezen keresztül el tudják hagyni az egész univerzumot, viszont beengednek egy ilyen, egy ilyen gonosz lényt, vagy mi a, mi a bánatot a, a hajóra, ezért ezért ha meg mindenki. Szóval ezért nevezték el így a teleszkópot. Hogy azok, akik figyelnek, azok tudják, hogy ez egy tudományos fantasztikum, amiről szó van. De megmutatom, hogy, hogy valóban mert most találtam egy egy cikket azzal kapcsolatban, hogy er, pont erről beszél? Ugye ez már volt egy filmben, és és az ugye a film, a mi az, ami most volt Christopher Nolan a Interstellar és abban is ez volt. Oké. Okay. Azt akarom megnézni, hogy, ho meg meg hogy hol is láttam én ezt. Mindegy, ennyit az Event Horizonról, de köszi, az nagyszerű. Mert tényleg az volt az. Azt hiszem, hogy New York Times érte talán hova máshol. Aha, meg is találtam. Halleluja. Ez a New York Times, arról beszélnek, hogy hogy végre itt van, tud, tudtak is képet csinálni a, a megfigyelhetetlenről. Ezt mondtam, mikor a múltkor bemutattam William Setnet, aki aki játszott a, a Star Trekben, meg TJ Hooker, azt mondta, hogy tudomány és a tudományos fantasztika egy és ugyanaz. Csináltak egy képet a megfigyelhetetlenről. A megfigyelhetetlenről nem lehet képet csinálni, vagy akkor nem megfigyelhetetlen. Ez egy mese felnőtteknek. Disneyland. Ez egy fekete lyuk. Arról beszélnek, hogy a kozmikus mélység olyan, olyan mély és olyan sötét, hogy még a fény sem tud elmenekülni belőle. Ez gyakorlatilag egy okult eh, rituáli, amit, amit láthatunk. Megmutatom még egyszer. Oké, okay, ugyanaz, ugyanaz a kör benne, a, a pont, amit használnak a zászlókban, meg a jelekben, meg mindenhol. Azért, mert ez nem más, mint egy okult rituáli. De a lényeg az, hogy évekig, minden, ugye ahogy gyűjtek, gyűjtek, a tudományos bizonyítékok, a fekete lyuk megmaradt a művészek képzeletében. És az algoritmusok által készített számítógépes modellek területén úgy körülbelül, ahogyan Christopher Nolan használta azt az űr film, a külső űrfilmében az Interstellarban. Most viszont valós, valóságosabbak, mint valaha. Itt ide van leírva mindenkinek. Nekem nem kell ezt elmondani. Ami eddig a művészek képzeletében érkezett, ami létezett csak. Ami az algoritmus, a számítógépek által generált képek voltak csak, amelyeket Christopher Nolan használt fel a filmében, az most arra valóság lett. Azért, mert ez tudományos fantasztikum. Ez egy mese. Science fiction. Fikció. Világos. Láttuk azt, amit láthatatlannak gondoltunk. Hát akkor mit magyarázza nekem bárki is? Hogy is, hogy is mondhatja nekem azt valaki, hogy, hogy én nem értem a tudományt? Hát a tudomány azt mondja, Eddig azt mondta, hogy nem lehet látni, most meg azt mondja, hogy lehet látni. Hát akkor milyen fajta tudomány az? Akkor úgy lehet az, hogy egyszer ezt mondja, aztán meg azt mondja. Mit jelent az, hogy, hogy a tudomány bebizonyította, mikor a tudomány 500 éve még azt bizonyította, hogy a Föld lapos? Most meg azt bizonygatja, hogy a Föld gömbölyű. Hát akkor melyik? azt bizonygatja, hogy, hogy az a tudományos tény, amit be lehet bizony, amit meg lehet figyelni, meg meg lehet ismételni, ennek ellenére azt mondja, hogy mi majmok vagyunk, amit se megfigyelni nem lehet, se megismételni nem lehet. Azt mondja, hogy ős keletkezett a Föld, amit nem lehet se megfigyelni, se megismételni. Hát akkor akkor minek nekem tudományos bizonyíték, mikor a tudomány azt mondja mindig, ami húsz évvel ezelőtt még tudományos fantasztikum volt. Most mondta el a New York Times mindenkinek csak azért, hogy ott legyen, hogy ne lehessen azt mondani, hogy nem mondták el. Ami eddig képzelet volt, meg számítógépes grafikák, meg algoritmusok animációja egy filmben, az most valóság lett. Mert programozzák az embereket előre, hogy ezt el tudják adni ezt, a, ezt az ökörséget hogy fekete lyukak megeszik a galaxisokat, meg a fényt, meg, meg ezeket a, az értelmetlen dolgokat. De még egy dolgot hagy mutassak meg záró akkordként, és figyeljen, füleljen mindenki, oké? Okay? Aki még mindig azt gondolja, hogy, hogy itt valamiféle hogy itt valamiféle műholdak, meg ilyen dolgok vannak, oké? Okay? Majd lehet, hogy rászállok erre egy egész adást, de ezt most villám gyorsan meg akarom mutatni. Cápák rákt kábeleken múlik az emberiség legfontosabb találmánya. Cápák rágtak kábeleken múlik az emberiség legfontosabb tanítványa. Bo bocsánat, találmány. Az internetnek semmi köze a felhőkhöz. Oké? Okay? Ez, ez portfolio.hu? <laughs> Nyilván, e semmi se Elfogadható, de hát ezt írják, oké? Okay? Az internetnek semmi köze a felhőkhez, hiába ábrázolja mindenki rendszeresen úgy. Tisztáznunk kell, hogy nem egy megfoghatatlan dologról van szó olyannyira, hogy a szószoros értelmében is rá lehet harapni, ahogy tette az jó néhány szápa az elmúlt időszakban. Legközelebb ugyanis akkor állunk a valósághoz, ha az egészre úgy gondolunk, mint egy nagy kábel Az internet gerince valójában nem más, mint optikai szálak sokasága, melyek keresztül kasul átszelik a földet. Oké? Okay? Szóval, mikor valaki elkezdi magyarázni nekem, hogy így a műhód, meg úgy a műhód, meg a GPS, meg akkor hogy működik ez, meg hogy működik az, itt van leírva, hogy hogy működik. Kábeleken. Úgy, mint ahogy mindenki tudja, hogy működik. Világos. Kábeleken. Át a tengeren, meg össze itt ott ott. Így működik. Szóval nagy kaland. Csak egyszerűen benyelte mindenki, hogy műholdakon. Ez teszi lehetővé a hálózatok globális hálózatba való kapcsolódását, amibe aztán mindenki beszállhat. Oké? Okay? Itt van, mindenki elolvashatja. Nem én találtam ki, nem egy összeesküvés elmélet. Bemutatjuk, hogyan is néz ki az internet maga fizikai valójában. Oké, okay? ez nem egy felhő. Nem lehet eléggé kihangsúlyozni az internet jelentőségét, bla bla bla. Üh. Pillanat. Üh. És nem akarom ezt az ostobaságot. Nagyon sok embernek egy felhő jut eszébe, amik az internetre gondol, hogy az valami olyan, ami fizikai eszközöktől független elvont égi jelenség. Pedig nem. Az internet egyáltalán nem jó, a hasonlat, jó hasonlat a felhő. Persze, hogy nem. Azért hívják felhőnek, hogy mindenki elhiggye, hogy ez egy. Felhő, meg ez a műhold, meg az űrbe van, meg onnan ide-oda közvetíti, meg pattognak ezek a sugarak. Az interneten egyáltalán nem jól a felhő, még ma. Az úgynevezett felhő alapú technológiák korában sem az internet egyáltalán nem felhőben van. Oké, okay? itt van az internet, tessék. Itt van a műhold. Oké? Okay? Most mindenki láthatja a műholdat. Szóval tőlem ne kérdezze senki, hogy akkor hogy működik a GPS. Így működik. Van itt egy torony, ott egy torony, meg amott egy torony, aztán háromszögeréssel meghatározza. U el tudom képzelni úgy, hogy nem vagyok egy fizikai génius. Úgy értem, hogy fizikából. Szóval itt van a műhold. Tessék. A közkedvet hasonlat azért is nagyon rossz, mert erőteljesen utal arra, hogy valami megfoghatatlan jelenségről van szó. Pontosan ez a lényege. Ezt mondtam el az elején ennek az adásnak, hogy mindig az ellenkezőjét kell hazudni azért, hogy az emberek a lehető legmesszebb legyenek az igazságtól, mert ott, onnan lehet a legnehezebben visszakerülni a valósághoz. Ezért azt hazudják, hogy felhő, miközben a tenger alatt van. Őket nem érdekli, hogy hazudnak. Ez a vallások. Szóval nekik. Teljesen mindegy, hogy hazudnak-e vagy sem, ők ezt így csinálják, így látják jól. Rendben? Ide van, mindenki olvassa el utána ez a portfólió cikk. Pedig nem. Az internet, ami a számítógépes hálózatok globális hálózatba szervezését jelenti, valójában nagyon is egy fizikai jelenség. A legalkalmasabb hasonlat pedig a következő. boom tessék, ez. Igen, ez bizony egy nagy kábel. A képpel akarnánk illusztrálni, hogy mégis mi az internet, akkor ezzel tehetnénk legjobban. Oké? Okay? Ez az internet. Ez a kommunikáció mellesleg. Azt mondja mindenki, hogy jaj, hát de így, meg úgy a, a szatellit, meg a műhold, meg, meg mit, nincs Térerő. <laughs> Oké. Okay. Ennek ellenére szinte senki sem tesz így, talán mert nem tűnik különösebben izgalmasnak egy ilyen ronda kábel. Persze mert ez a mesében nem illik bele. A mese pedig ez. Ez a mese. Legközelebb megmutatom egy hét múlva, hogy hogy működik az internet, a tenger alatti kábelrendszer, és azt, hogy nem csak a portfólióban, hanem a CBS-en is ugyanezt elmondják mindenkinek. Azért, mert tudják, hogy az embereknek el lehet mondani, akkor sem fogják ezt megérteni. Nem csak azért, mert nem tudják megérteni, hanem azért, mert nem érdekli őket. És aztán meg fogunk beszélni néhány dolgot a technológiáról, hogy hogyan is alakul, illetve a gazdaságról. Meg fogjuk nézni, hogy hol tart most a megfigyelés, a megfigyelési rendszer, illetve maga a technológia úgy, úgy a vezeté, vezető nélküli autók, meg, mint, mint idézőjebben a robot szex, meg ilyen dolgok. Oké? Okay? Ez, ez, amit a legközelebb meg fogunk nézni. Ha van valami kérdés, akkor, akkor még lehet, hogy azt megnézem. De... Uh. Pillanatot, hogy kérjék. Oké. Okay. Így van, az Event Horizon-t megtárgyaltuk. Nincs sebesség. Az, hogy minek mutogatják a jeleket, a jelek, a jeleknek hatása van az emberre akkor is, hogyha ha ismeri őket valaki nem... Ja, amúgy a térhajtómű az vicces. Valaki nem tud... Nem tud egész nap ilyen, ilyen videókat, meg zene, klipeket, meg filmeket nézni anélkül, hogy, hogy ne legyen hatással rá. Sőt, elmondom mindenkinek, hogy én ha csak járok, én nem hallgatok zenét egyáltalán, de nulla, zéró szinte. De ha megyek a városban és hallom ezeket a nyomvat slágereket, akkor az embernek a fülébe bele, belemegy ez a, az a dallam meg az a, az a bolondság amiről beszélnek és euh, én szerintem ez mind-mind így van kitalálva sőt én most azt tettem észre, hogy már a parkban sem lehet az ember csöndben, mert ott is a gyerekeknél van az a hang, hangfal vagy mi a bánat és abból ömlik valamilyen szemét szóval igazából nincs csend soha, ez a szenny ez mindenhol ott van az emberekkel és nem is csoda, hogy, hogy a fiatalok ilyen szinten vannak. Persze én is így voltam, szóval nem azért mondom, de, de ez az egyik oka. Szóval a, a, a szimbólumok hatással vannak az emberek, különösen úgy, hogy hozzá kapcsolódnak bizonyos dolgok. Azt mondom, hogy sztár vagy csillag, mindenkinek ugyanaz jut eszébe. Egyrészt a csillag szimbólum, másrészt egy zenesztár, zene vagy egy futballsztár, vagy egy filmsztár. Egyfajta életérzés kapcsolódik hozzá. Nem értvén azt, hogy a csillag reprezentál, reprezentálja az üzenet közvetítőket, a, a teremtő és az ember között, amiket angyalnak hív, hívunk köznyelvben. Ezért hívják őket sztárok. Ők reprezentálják a spirituális világot, akik irányítják az emberiséget. Ugye egy részük az emberiséget irányítja, vagyis vezeti félre a másik, meg segíti, de ezt reprezentálja a sztár. Mindenek van egy, vagy a csillag mindenek van egy jelentése. Arról nem beszélve, hogy, az ötágú csillag ö, utal Siriusra, de egyébként Vénuszra is. Vénusz egy ötágú, egy pentagramot formáz az égbolton, hogyha összekötjük az égi útját. Meg, meg nagyon sok, meg, meg reprezentálja az ötág a, az öt elemet plusz a, a, lelket, vagy a szellemet. A föld, víz, levegő, ö, tűz. És és a lélek. Szóval ennek sok jelentőse van, és ezeket mindet hatással van az ember. Különösen, ha gyanútlanul nézi, szóval ezért mutogatják mindenhol. Plusz a másik, ez egy aláírás nekik. Mm. Így mindenképp a, a, a bolygó neve halál, ez, ez az összes, ez tudományos fantasztikum. Az, hogy mit kellene tenni, arról már volt szó rengetegszer. Erről szólnak a videók. Ú, uh, a Cloverfield paradoxot végignéztem, de borzasztó volt. Uh, borzasztó volt. Uh, nem is ajánlom senkinek. Annyira unalmas volt, hogy rosszul voltam, de de érdekes volt a, a dimenzió, meg, meg úgy érdekes volt a dolog, de én csak azt csodáltam, hogy nem volt köze a többi Cloverfieldhez. Az Ufok démonok így van, az Ufok spirituális uh, lények. Ez egy zárt rendszer, ami, amit körülvesz egy, egy kupola vagy egy dóm, ami nem lehet átjutni most, hogy ez fizikális vagy sem. Egy idő után fizikális szerintem, de odáig mi el sem tudunk jutni. Szóval így van, az ufók, akkor ezek a felemelkedett mesterek, a katolicizmus a szentjei, a kereszténység istenei, ezek mind-mind ugyanazok a karakterek. A görög, a római mitológia, vasember, hak, ezek mind a démonok csak különböző korszakban különböző néven. Ne se fél senki. Én azt mondom, hogy a, az írásokban van az igazság a Bibliában. De nem úgy, ahogy azt a kereszténység képvisel. A kereszténység az egy másik ügy. E, Oké, okay. most már abba fogom hagyni mindjárt, de. És lassítom ezt. Oké. Okay. Egy pillanat. Uh... Aztán mondom, hogy természetesen van spirituális uh, birodalom, hogy ne lenne ez a lényeg az egésznek, de az nem ufók. Az csak egyszerűen az ember elmében zajlik. Um, okay. hmm. A zene befolyásolja, így van az embereket. Madarakat. Hát bár csak lehetne hallgatni a madarakat. Nem, a föld lapos. Hogy ne lenne az? Mindenképpen. Jövő héten megnézzük a, az internet dolgot, ezt a kábelt. Van egy videó is róla, csak már nem akartam belemenni. Sőt, akkor már azt is hozzáteszem annak, aki kitartott egészen idáig, hogy jövő héten ö, megmutatom egy pillanat, most bele is egészen elképesztő lesz. Szóval de tényleg, hogyha ha valaki eljut odáig. Ez a, ez a, ez a gnóm el fogja magyarázni, hogy hogy keletkezett a hold. Oké? Okay? Szóval mindenkinek meg fogom mutatni azt, hogy a tudomány nem más, mint tudományos fantasztikum. Ez az egész csak emberek elméjének a szüleménye. Jövő héten kedden megnézzük ezt is, megnézzük a tengeralati business, meg még egy csomó mindent, de a lényeg az, hogy az az egész tudomány úgy alakul, ahogyan a sztorit akarják, hogy alakuljon. A tudomány nem más, mint tudományos fantasztikum, egy mese, hazugság, álomvilág. Oké, okay, nem azt mondom, hogy nem működik, úgy értem, hogy a telefon vagy az internet, azt mondom, hogy nem úgy működik semmi, ahogy nekünk mondják. Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt a figyelmet, hogyha esetleg a, a lájkot mindenki megnyomja, a szuper lenne, az tényleg nagyszerű lenne. És ha bármi kérdés felmerül, akkor... Akkor írjon nyugodtan mindenki, azt nem ígérem, hogy válaszolok, de... De ha olyan, akkor megtárgyaljuk pénteken, vagy akkor válaszolni fogok. De olyan, olyan az, hogy hova írjanak, hogy ki hova írjon, az arra nem fogok válaszolni. Vagy arról, hogy mikor lesz új videó, meg ilyenek. Úgy is mindig van, szóval lesz, hogy hova lehet írni, az meg mindenhol ott van. Minden videó leírásában minden videó alján, tetején, elején, végén, szóval ezt szerintem meg lehet találni, oké, okay, de azon kívül, ha van valami érdekes vagy akármi, akkor természetesen én segítek, ha tudok, vagy valakit érdekel a véleményem, szóval mindenki vigyázzon magára, köszönet Abba a Halleluja. hogy ennyien itt voltak és jövő héten folytatjuk, aztán meglátjuk, hogy, hogy mire jutunk. Ez a dolgok állása 2019. április 16-án. Mindenki vigyázzon magára, halleluja!